Szóval, sziasztok, üdvözöllek titeket egy újabb videóban, és most itt van velem Katalina Kulszi, és közben neki már megy a videója, úgyhogy igen, tök jó, itt a szerdai frissítés, megnézzük a nyár közép fesztivált, ami érkezett. Igen, szóval, hogyha megnézitek Katalina csatornáját, aminek egyébként a neve Katalina Kulszi, akkor láthatjátok ennek a csodás felvételnek az elindítását. Igen. Mivel, hogy abban is benne van, úgyhogy... Ja. Meg fogom így csinálni ezeket a feladatokat. Na, nézzük. Segítünk ennek a csajszikának. És közben megint eljött az a pillanat, amikor berekedtem, mint minden live-omon. Amúgy így... Ja. Tehát megcsinálom ezeket a feladatokat, és utána pedig meg fogjuk venni az összes koszorút, mivel hogy csak egy Jorvik shillingbe kerülnek. Amit egyébként már Katalina meg is tett. Igen, megvettem az összeset. És közben megy Katalina videója is, szóval már kicsit össze vagyok zavarodva, vagy akkor most mit kell mondanom, de nem baj. Mármint, hogy... Ez lesz a leglenyűgözőbb napod. Jaj, csak meg is kell tudnom állni. Nagyon hangos a zene nálam. Nálam még nincs egyébként, de szerintem nálam is hangos lesz, ha nálad az. Na de most hova kell letenni ezeket a farönköket? Nem tudom, hova kell... vannak jelölve a farönkök. Mármint felszedtem? Ja, látom, oké, megvan. A napfordulós feremekül fest, de olyan érzésem van, mintha valami hiányozna. Tudom is, a virágkoszorúk. A hagyományos ünneplés, ez a virágkoszorúkra van szükségünk az oszlopon. Úgy esett, hogy a vendégek számára felállítottam egy munkaállomást, ahol a saját virágkoronájukat elkészíthetik. Ott akár nagyobb koszorúkat is elkészíthetsz. Menj a virágkorona munkaállomásához, és készíts el 4 koszorút az oszlopunkra. Igen, szóval Katalina már előbb jár itt a feladatokban, mint én, szóval azért halljátok, hogy olvassa a dolgokat, ja. Meg az ő videójában azért olvassa, mert az már egy ideje megy. Még sose videóztam, úgyhogy egyszerre ketten videózunk. Én se. És akkor így mindketten beszélünk. Meg egyébként rég volt már olyan videóm, amiben beszélek. Csak a live-jaimba szoktam mostanában. Na, megyek tüzelő anyagért. A Gedhez kell mennem, de nem tudom. Kell. Ja? Itt amúgy ezen a Get telepen egy csomó ilyen újrahasznosítható tárgy szokott lenni. Közben felszedem a fát. Lovamra. Szegény, még ezzel is megterhelem. Nekem elvileg itt megvannak a koszorúk, szóval megyek vissza. Na, itt van egy csomó ilyen újrahasznosítható palack, úgyhogy ezeket így fel is veszem. Így kettő van egymás mellett, és aztán látok még egy harmadikat is. Ja. Na, állj meg. Köszönöm. Meg is van, ezt is felszedtük. És akkor nézzük. Ezt nagyszerű, a fát helyezzük is. El őket az oszlopon. Amúgy szerintem, úristen, nagyon jól néz ki ez az oszlop, legalábbis nekem nagyon tetszik. Én még azt nem állítottam fel, de amúgy én is várom, mert már láttam róla képeket, és szerintem, tényleg, szerintem is jól néz ki. Járőrön is lett egy koszorú. Na igen, és akkor most ez a feladat után meg is veszem a koszorúkat. Mondjuk itt jó lenne, hogyha például itt lenne a szekrényünk, és akkor be lehetne oda pakolni ezt a sok dolgot, amit vettünk. Igen. Már csak egy dolog maradt hátra. Eljött az idő a fal felállítására. Közösen csináljuk a jellemzésre. 3, 2.
És akkor fel kell állítani a fát. Én meg közben leraktam még egy farakást, a szerver kicsit belaggolt, mint itt láthatjátok, a szürke lovakat, a fej nélküli embereket, meg ilyesmi. Na, és akkor következik az újabb része ennek a küldetésnek. Csak nézd rá, a legszebb napfordulós fa az egész Jorvikban. És tökéletes hely a békatáncra, ugye emlékszel a mozdulatokra? Békatánc. Kell azt néznem. Láttam, hogy itt emberek furán táncolnak, és így gondoltam magamba, hogy mi ez? És akkor az ezek szerint valami békatáncnak nevezett valami? Világ igen. Közben megveszem a koszorúkat. Direkt kiürítettem az inventáromat. Ez nagyon jó, ez nagyon vicces. Igen, tökre viccesen néz ki. Na, közben vásárolom fel a koszorúkat. Yippee-yay. Ó, ez 25 Jorvik shilling. Ez nem egy. Vannak kicsit drágábbak is. Mindegy, akkor ezt megveszem SC-ért, mert csak egybe kerül, úgyhogy... De mondjuk 25-ért is megéri, szóval... Így semmi akadálya, hogy megvegyem annyiért. Visszatértünk az én videómhoz közben, mert elindítottam, és akkor folytatjuk a feladatozást. Oké, én már ugye végeztem, lépek át a kis karimra. Az jó. Na, hol van az a... Ja, tüzet kell gyújtanom. Akkor nem szóltam semmit, én meg itt kerestem, hogy Jézusom, a kezemen van egy ilyen pálca, aminek a végén tűz van. Ez elég para. Rá van ragadva a kezemre. Na mindegy. Vagyis nem mindegy, de... De mégis mindegy. Hát körülbelül megcsaptam ezt a farakást. Azzal a bottal, vagy mivel. Jaj, hova tűnt a lovam? Azzé megvan. Sok fekete ló között eltűnt. Szóval itt van ez a csodálatos, felállított fa, de nem nevezhető fának, amihez én gyűjtöttem a leveleket meg a virágokat, miután az SSO háromszor is kidobott. És már feltették rá a virágokat is, így pár másodperccel később. Most valamit az asztalokon kell így csinálnom. Egyébként Katalina már elment. Koszorút kell készítenem közben. Mármint megint mondtam, hogy közben. Kézművesség. Most így mit is kell csinálnom? Hát nem tudom pontosan. Rendben, csináltam koszorúkat. Oké. Hát én ezt most így nem nagyon értem. Pontosan mit kell csinálnom. Na. Csak sikerülni fog. Lehet, hogy le kéne szállnom a lóról. Ja, hogy itt vannak a lovamon. 4 már készen van. Oké, nem szóltam. Oksi, és akkor ide le kell őket tennem. Így. Oksi, akkor ez is megvan. Tehát csodálatos koszorúk, már azokat is feltették erre a fára. Lovan megint el teleportált ide.
Meg is van. Tehát, itt még jó sok tennivaló van egyébként. Úgyhogy azokat felgyorsítom nektek. Szóval íme fel vannak állítva a banket, asztalok és székek is, nagyon jól néznek ki. Most Jameshez kell mennem Pintárődbe néhány dologért a fesztiválra, úgyhogy jaj, közben neki megyek a kerítésnek, ételért és italért és hangszórókért kell vágtatnom, vagyis hogy galoppoznom. Úgyhogy megyünk. Mik nem tornyosulnak ide a lovamnak a hátára? Nem látom a karakteremet. Felállítottam az asztalokat is, már zenénk is van és hangfalak. Étel is van. Holnap hozom nektek ebből a második részt. Szép napot nektek, holnap találkozunk a videóban. Sziasztok!